A nagyatádi középiskolákban is megszólalt az első csengő szó. Az osztálytársak öleléssel köszöntötték egymást, a tanárok pedig biztató szavakkal várták a nebulókat. Összesen 8 új osztályt tudtak indítani az iskolákban. Ebből egy 6-osztályos gimnáziumi képzés is indult. Réka is ezt választotta. Egyedül választottam, hogy az Ady Endre gimnáziumból megyek tanulni. Nekem könnyebb dolgom lesz, mert most átjöttem, és ez nekem egy pozitívumot fog jelenteni a további tanulmányai eredményeimmel kapcsolatban. Az iskola az érettségi után több képzési lehetőséget is nyújt a diákoknak. Réka is ezen vesz most részt. Egy éves egészségügyi technikumot fog elvégezni. Azért döntöttem így, mert pluszpontokat ad a főiskolához, és magasabb szakképesítést ad. A továbbiakban főiskolára szeretnék majd menni, ha végeztem a technikummal, és mindenképpen Magyarországon szeretném folytatni a pályámat, és maradok az egészségügyben. A tanévítő ünnepség az új diákok köszöntésével kezdődött. Tanév végére bizony alaposan elfáradtunk, s nem csak mi, de a tanáraink is. Ők, nekem elmondta az osztályfőnököm, épp úgy várták, mint a diáksereg. Kedves vakáció! Tudatom veled, mindenre te sem figyelhetsz oda, az összes gond megoldódott. A nagyik szívesen fogadták az ő aranyos csillagukat, a szemük fényét, vagyis engem. Természetesen az előző évben megválasztott diákigazgató is köszöntötte társait. Elsősorban szeretném köszönteni az új osztályokat, és nagyon remélem, hogy jól fogják érezni magukat itt az iskolában. Tanulmányi eredményük kitűnő lesz, mint az enyém. Úgyhogy csak fel a fejjel, jó lesz, higgyetek nekem. Az idei évet már a gimnázium új igazgatója, Cseh Tamás nyitotta meg. 66-szor köszönti az aktuális igazgató a bejövő diákokat, szüleiket, kollégákat, és kéri és biztatja őket arra, hogy tanuljanak tehetségükhöz képest jól, kiválóan, tűzzenek ki maguk elé célokat, ezeket a célokat valósítsák meg. Van, akinek ez a cél már nagyon közel van, gondolok a 12-esekre, gondolok a 13-asokra, és van, akinek egy kicsit távolabb van, elsősorban a 7-esekre, 8-asokra és 9-esekre gondolok. Vade mecum, jöjjenek velünk, menjünk együtt, csináljuk meg ezt a tanévet úgy, hogy jó legyen, jó eredményeink legyenek, és ezzel én a 2019-2020-as tanévet mindenki örömére megnyitom. Személyi változások is történtek a tanári karban. Az Ady Endre gimnáziumban idén 3 új tanárt alkalmaztak. Nagyon sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit, megkezdjük az utolsó közös tanévünket. Ugye az idei év legfontosabb eseménye az évvégi szakmai vizsga lesz. Remélhetőleg nem mindenkinek kell vizsgálni, hiszen szakmai tanulmányi versenyre szeretnénk több tanulónkat is nevezni. Így zajlott a végzős ipari gépész és festők első osztályfőnöki órája a nagyatádi szakközépiskolában. Dominik gépész szakon tanul. Idén végzős. Az a véleményem, hogy az utolsó év nagyon fontos számomra a továbbtanulás szempontjából. Ha most elvégzem ezt a gépész tanfolyamat, akkor tovább szeretnék még maradni ebbe az iskolába érettségire, és utána, hát még nem tudom, de valószínűleg külföldön fogom folytatni. Sok diák tervei közt szerepel a külföldi munkavállalás. Nagy problémát jelent egyes iskolák hazai működésében a pedagógusok hiánya. Nálunk egy kolléga megy az idei tanévben nyugdíjba, ő már nem is kezdte meg a tanévet, de nagy szerencsénkre egy kolléganő át tudott jönni a Kaposvári Szakképzési Centrum másik tagintézményéből, és így megoldódott a magyar nyelv és irodalom tantárgynak a tanítása. Egy szakács szakoktató kollégánk távozott most augusztus végén, őt most hivatalosan egyelőre óraadóval tudjuk pótolni, és utána majd talán álláshirdetés után talán be tudjuk tölteni. Eddig nálunk nem jelentett még problémát, meg tudtuk oldani minden tanévben. Közeljövőben, ahogy nézegettük, egy-egy kolléga megy tanévente nyugdíjba, remélhetőleg nem okoz majd nagyobb problémát nálunk. A pedagógus hiánnyal kapcsolatban levélben megkerestük a Kaposvári Szakképzési Centrumot.
ehhez tartozik a két nagyatádi középiskola is. Válaszuk szerint az órák szakszerű ellátását az iskolák saját tanáraikkal és külsős óraadókkal oldják meg. A két intézményben 81 pedagógussal kezdik meg a 2019-2020-as tanévet.